A mostani alkalommal a proteines kókuszgólyót fogjuk elkészíteni az iFoodie applikációból, ami adagonként, pontosabban darabonként 4,5 g fehérjét tartalmaz, 6,2 g zsírt és 4,7 g szénhidrátot. Ezek az elemek kellnek hozzá. Pontosabban itt nekem össze van írkálva az applikációba szintén, ezt a receptet meg fogjátok találni. 100 g zab lesz, 130 g kókuszreszelék, 50 g, azaz 2 adag fehérje por, 1 evőkanál kakaó por lesz, rumaromából egy 15 ml, illetve édesítőnk lesz, és sima vízünk, úgyhogy vágjunk is bele. 100 g zab. Itt ugyebár az applikáció lépésről lépésre le fogja írni, hogyha rákattintasz a recept elkészítésre, anyám hív, semmi gond. Itt is van, láthatjátok, hogy itt első lépés az lesz, hogy ha visszamegyünk, le is írja, tehát 100 g zabot kell kimérni. Na most ez, akinek nincsen mérlege, nekem van csak lemerült, az körülbelül egy ilyen 4-5 evőkanál, hát még egy picit tegyünk hozzá, kb. Így. Itt azt írja, hogy zabhoz annyi vizet öntsünk, hogy épp hogy ellepje. Ezt óvatosba kell csinálni. Kezdjük el nézni. Ez az app amúgy nektek segíteni fog ezt elkészíteni. Kicsit kiöntöttem, szokás szerint, de ennyi. Ha ezzel készen vagyunk, a következőre mehetünk. Az pedig az, hogy hozzáadjuk kakaóport, az édesítőt és a többieket is. Szóval itt bele kell keverni a kakaóport. Ugye itt említettem, hogy egy evőkanállal kell majd belekeverni. Szóval itt, és nem a Nesquik kakaópor, ami cukros, nem ilyeneket kell hozzáadni, ugyebár diétás kis proteingolyótról beszélünk. Ez amúgy könnyedén fogyasztható edzés után, akár ilyen shake helyett, vagy fehérje szelet helyett, ebből egy evőkanállal kell hozzáadnunk. Hát legyen egy normális kis púpozott evőkanál. Így ni. Közben hozzáadjuk másik kanálkával az édesítőt is. Ez is egy 15 ml, tehát mondjuk egy evőkanállal nyugodtan mehet bele, illetve ugyanennyi kell a rumaromából is. Ezeket majd mind össze kell keverni, szóval itt lényegében egy ilyen kis masszát fogunk csinálni, ígyni, ez nem fog kelleni. Tehát ennek lényegében így kell most kinéznie, hogy ezt összekeverjük teljes mértékben. Az édesítő, rumaroma, zab, kakaópor. Tudom, eddig nem túl guszta, de higgyétek el, hogy eszméletlen finom kis desszert lesz belőle. Na most ezután bele kell keverni a fehérjeport is, és a mikróba kell rakni egy 2-3 percre. Szóval most jön az a rész, hogy a drága kis biodekusás teljesavú fehérjénkből hozzákeverünk. Hát egy ilyen 50 g-nyit, az kb. 2 adagoló kanál. Így mi. Ezt is hozzákeverjük. Hát ez eddig nagyon egyszerű, amit láthatjátok, tehát semmi bonyolult dolog nincsen benne. Akár állva is csinálja az, aki profi. Ugyebár. És ráfeszítve. És ráfeszítve, így van. 2-3 percre mikróba kell tenni. Ha jó csajotok van, mint nekem, akkor meg tudjátok kérni arra, hogy ezt a részt megcsinálja, és akkor elmondhatja, hogy ő csinálta az egészet. Ugyebár. Berakja a mikróba. Szóval, ez most így néz ki jelenleg, de ilyen az állaga. Tehát ilyen, már lehet látni, hogy kezd így összetapadni, meg így összesűrűsödni. Nyilván ugye a zab megszívja magát, meg a fehérje por, kakaópor, ugye ezek azért összedagasztják itt a dolgokat. Most kell berakni egy 2-3 percre a mikróba, hogy kicsikét megkeményedjen. Szóval egy ilyen 2 percre kell berakni. Körülbelül, ha elkészült, akkor lehet is kivenni itt a drágát, és hozzá lehet itt keverni a kókuszreszeléket. Ez elég stabilan áll. 130 g kókuszreszelékkel összesen hozzá. Az a lényeg, hogy ebben még bele kell kevernünk egy 80 g-ot. Na most az egy 4 evőkanál, tehát mondjuk 4 evőkanállal. Legyen megint csak púpozott azért. 1, 2, 3, 4, jó. Összekeverjük ezt is. Itt láthatjátok is a videóban, hogy itt össze kell keverni szépen őt. És utána kicsikét majd pihentetni kell. Ha összekevertétek, akkor az app is mutatja, ha mutatja, hogy hűtőbe kell helyezni
egy ilyen 30-40 percre. Tehát egy kicsikét állni kell hagyni, jó? És utána folytatjuk ugye itt a dolgokat. Le is telt a fél óra. Hát ez már eléggé kemény, közben amúgy a húst megcsináltam magunknak így délbe, ebbe a fél órába. Most pedig kis golyókat kell belőle gyúrni, és bele kell forgatni a maradék, azaz abba a 60-70 g-nyi kókuszreszelékbe. Na most ezt úgy fogjuk csinálni, kérem szépen, hogy valószínűleg ebbe lesz a kókuszreszelék, és ide fogjuk tenni a golyókat ki, csak legyen így. Hát ezt is nyilván ki lehet mérni, hogy ez igazából ne legyen több, 3-4 kanál, kb. Most ennyi. Ha kell, még öntünk hozzá. Kis golyókat kell belőle gyúrni. Egyet megcsinálok. Na. És akkor ez igazából így fog kinézni. Erre még lehet egy kicsit szórni. 13 darab golyó jött így ki. És akkor most tálalni lehet a kis desszertünket. Ennyi lett volna ez a kis recept. 13 golyó jött ki, úgyhogy egy kicsivel több, mint 4,5 g fehérje van benne. Próbáljátok ki. 3-4 darabot, hogyha megesztek, egy étkezésre az egy ilyen jó 18-20 g fehérje lesz, úgyhogy rengeteg fehérjét tartalmaz. Írjatok le kommentbe, hogy milyen. Sikerült-e, illetve az első 7 napos próbaidő ingyenes az iFoodiba, de ez a recept amúgy is benne van még csomagválasztás előtt, úgyhogy ezt ki tudjátok próbálni, de ezen kívül még rengeteg más hasznos recept is található az applikációban. Illetve az iTrainer applikáció, az pedig a személyedző applikációm, aki online kliensem, az ingyen használja igazából, de azt is ki tudjátok próbálni. Egy hónap 2-3 ezer forint, de az első 7 napos próbaidő annál is ingyenes. Hát lesznek még ilyen receptek, írjátok le, hogy milyeneket szeretnétek még látni, és akkor csinálom még ehhez hasonló videókat. Most pedig kóstoljuk meg a kis golyónkat. Fasza!